Sokféle gettó van a világon. Egy nagy gettó az egész. Egy rohadt nagy gettó a világűrben. Az a tett hely a legbetegebb dolog volt, amit életemben láttam. Kérdeznék valamit. Keresztény vagy? Nem. Akkor meg miért lógott az a feszület a lakásodban? Segít a meditációban. Mi van? A gecsománékért a nevelkedem. Azon, hogy Jézus hagyta, hogy keresztre feszítsék. De nem vagy keresztény, akkor miben hiszel? Például abban, hogy munka közben nem kéne ilyenekről beszélni. Várjál már, nyugi! Már 3 hónapja dolgozunk együtt, és semmit nem tudok rólad. Erre ma kapunk egy ilyen beteges ügyet. Magyarázd már meg nekem, nem akarlak én megtéríteni. Oké, realistának tartom magam, de filozófiai megközelítésben inkább pessimista vagyok. Ó, és ez mit jelent? Nem nagyon megy a bulizás. Mondok én valamit, nem csak a bulizás nem megy neked. Szerintem az emberi tudat az evolúció tragikus balépése. Túl öntudatosak lettünk. Ezáltal elszigetelődünk a természettől. A természet törvénye szerint nem lenne szabad léteznünk. Ez a kőkemény valóság. Hát ez így eléggé szarul hangzik. Az ember abba az illúzióban ingatja magát, hogy van énje. Érzékszervi tapasztalatai és érzései által fejlődik. Bele van programozva a meggyőződés, hogy minden ember valaki. Pedig valójában senkik vagyunk. Én a helyedben nem terjeszteném ezt a baromságot. Az itteni emberek nem így gondolkodnak, én se így gondolkodnak. A legtisztességesebb dolog, amit a fajunk tehet, hogy megtagadja a programot. Nem szaporodik tovább. És szépen megvárja, amíg kihal. Az lenne a legjobb, ha az emberek véget vetnének ennek a megalázó helyzetnek. Azt, akkor mi értelme van reggel felkelni? Azzal láthatom magam, hogy van értelme. De az igazi válasz az, hogy így vagyok programozva. És nem vagyok elég elszánt az öngyilkossághoz. Rossz szájíze lesz itt az embernek. Alumínium. Hamu. Szinte érzed a pszichoszférát. Néha eszembe jut, hogy a lányom. Jó, hogy így halt meg. Néha még hálás is vagyok. Az orvos szerint nem érzett semmit. Egyből kómába esett. Majd aztán abból átsiklott egy másféle sötétségbe. Egy mélyebbe. Nem tudás így távozni? Kín nélkül. Boldog gyerekként. Jó, ja, később már felnőttként már rosszabb meghalni, mert sérült a lelkünk túl késő. Van gyerekük? Hatalmas önítség kell ahhoz, hogy átrángassunk egy lelket a nem létezésből ebbe a testbe. Belekényszerítjük az életet ebbe a darálóba. Azt hiszem, a lányom megszabadított engem az apaság bűnétől. Szerintem mekkora lehet itt az átlagos IQ?
Mondta Ellens Texasig a magas lóról? Semmit se tudsz róluk. Egyszerűen csak következtetek. A szegénységet és a tunyaságot szimpla tündérmesének állítják be. A hívek a maradék kis pénzüket belerakják egy vesszőkosárba. Nem innen kerül ki a következő Nobel-díjas, Márti. Tessék, a hülye agymenéseid. Nem mindenki szereti ám egy üres szobában bűnügyi jelentésekre verni a pöcsét. Vannak, akik igénylik a közösséget, az összetartozást. Na, ahol az összetartozás, az tündérmesék kellenek, ott hülyének nézik az embereket. A fájdalom ide köt benneteket! És háttérbe tudítja azt, amit a szívetek lát! Pedig sok a jó szív, körülnézek és sok jó szívet lát. És nagyon sok öröm. Te el tudod képzelni, hogyha nem hinnének, mit bővelnének az emberek? Pontosan azt, amit most. Csak nyíltabban. Egy nagy szart. Az utcán tombolna az erőszak, és mindenki rettegne, te is tudod. Ha valaki csak azért marad tisztességes, mert jutalmat vár az Istenétől, testvér, számomra az egy szadember. És én annyit buktatnék le közülük, amennyit bírok. Gondolom, te mindig meg tudod mondani, hogy ki a szadember. Te... Ez a mappa talán egy kőtábla? Mit mond ez a életről? Összejönnek, és olyan történeteket hallgatnak, amelyek ellentmondanak az univerzum összes törvényének. Csak azért, hogy ne érezzék magukat nyomorulnak. Neked is ilyen az életed, Márci? Amikor elkezdesz így beszélni, mindig pánikolsz. Átverés az egész? Becsapják őket? Vagy tévednek? Abszolút. Már azóta, hogy a majom felnézett a napra, és azt mondta a társának, ő mondta, hogy ide kell adnod nekem a saját részedet. Emberek! Annyira gyengék, hogy inkább bedobnak egy érmét a kútba, sem, hogy egyenek. Jézus Krisztus! Jézus Krisztus! A karod kitárod és bezárod! Életem hangja is, ha nem szóltak igazat rólam! Forgatott a tollat a hamuban, tűzzel érintett a levelet! Félelem és öngyűlölet zsarnoki gúnyába bújtatva. És katran is. Enzi a félelmüket a beszédeivel. Ennél fogva a hatékonyság az általa közvetített bizonyosság függvénye. Nyelvészeti antropológusok szerint a vallás egy nyelvi vírus. Változásokat idéz elő az agyban. Eltompítja az ítélőképességet. Hát, én biztos nem beszélek ilyen választékosan. De ahhoz képest, hogy nem látod értelmét az életnek, elég rendesen fosolt tőle. És még mindig pánikolsz. Legalább én nem rohanok a vesztem. Ne féljünk cselekedni, testvéreim! Mert ő tudja... Ezt hívom az élet csodájának. Génszintű bizonyosság, hogy minden más lesz. Hogy elköltözünk egy másik városba, és ott majd életre szóló barátságokat kötünk, na meg szerelembe esünk, és beteljesülünk. Kébazott vágyálmok. De szállás. Ezek a szerencsétlenek tényleg azt hiszik, hogy meg lehet állítani ezt a kurvalott hadást. Nincs olyan, hogy beteljesülés. Csak a végítéletkor. Leszállás. Nem. Nem, nem. Semmi nem ér véget. Emberek, ezrek halálával szembesültem. Fiatalok, idősek, mindegyik oly biztos volt a saját valóságában. Abban, hogy érzékszervi tapasztalásai létrehoznak egy különleges individuumot. Célra, tudatta. Azt gondolták, hogy ők többek egy biológiai bábban áll. Még kiderül az igazság mindenki rájön, amint elvágják a keteneket. Ha most elmondom, hogy mi történt akkor, azzal már nem fognak sokra menni. Ez itt a lényeg, uraim.
Erre gondolok, amikor az időről beszélek. A halálról. A hasztalanságról. Persze, itt azért tágabb eszmékről van szó, főként, hogy mi illeti meg az embereket a kölcsönös illúzióikért. Amikor 14 órán át halottakat kell nézegetnünk. Erre gondolunk. Próbálták már? Belenéznek a szemükbe. Akár csak félképpen. Nem számít, hogy élők vagy halottak. Működik. Tudják, mit fognak látni? Hogy örömmel fogadták. Nem elsőre, de az utolsó pillanatban elöntötte őket a nyugalom. Mert addig persze féltek, de életükben először megtapasztalták, hogy valójában mennyire könnyű is feladni. Életük utolsó nanoszekundumában látták, hogy mik voltak. Hogy önnön lényük, és ez az egész cirkusz nem volt más csupán hevenyészet, gondolatok és makacs akaratjáték. Amit el lehet engedni, és nem kell tovább görcsösen szorítani. Ráébrednek, hogy az egész életük, a szeretetük, a gyűlöletük, az emlékeik, a fájdalmuk egy és ugyanaz a dolog. Egy és ugyanaz az álom, egy álom, ami egyszer utolérte őket egy zárt szobában. Egy álom, amiben ők is emberek. És mint oly sok álom. A végén megjelenik a szörnyeteg. Évek. Hallottak már az emelméletről, uraim? Nem, ez nekem magas. A lényeg, hogy ebben az univerzumban az idő múlása mindig lineáris, egyenes vonalú. De ha kilépnék a mi téridőnkből, ami egy négydimenziós koordináta rendszer, az idő nem létezne. És ha onnan néznénk, ha eljutnánk oda, azt látnánk, hogy a téridő lapossá válik, mint egy szobor, ahol az anyag szuperponálódik, egyszerre több helyen létezik. Az érzéseink úgy cikáznak át az életünkön, mint egy röpke villanás. Minden, ami kívül esik a mi dimenziónkon, az örökké való. Az örökké valóság tekint le ránk. Mert számunkra ez egy szféra. De számukra körforgás. Mr. Q. Az örökké valóságban, ahol nincs idő, semmi nem jön létre, semmi nem fejlődik, semmi nem változik. A halál megalkotta az időt, hogy mindaz fejlődjön, amit elragad. Majd újjá születünk, de ugyanabban az életben, amiben mindig is születtünk. Hányszor folytattuk meg ezt a beszélgetést, uraim? Ki tudja? Mert nem emlékszünk az életünkre. Ezért nem is tudjuk megváltoztatni. Ez a kegyetlen és titkos végzete minden életnek. Egy kelepce. Mintha ébredéskor folyton egy rémálomba csüppennénk.